140 nap után ismét tétmérkőzés a Szent Gellért Fórumban. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, délalföldi rangadóval kezdődik a Merkantil Bank Liga 2020-2021-es kiírása, ugyanis a Szeged Csanád Grosics Akadémia a Békés Csabát fogadja több mint 3000 néző előtt kiváló hangulatban. A kezdő sípszót megelőzően a Tiszaparti klub ünnepélyes keretek között elbúcsúztatja két visszavonuló játékosát, Szántai Leventét és Andorka Pétert. Szántai 110 mérkőzésen védte a kék-feketék hálóját, míg Andorka Péter 76 mérkőzésen lépett pályára a szegedieknél, és 10 gólt szerzett ezeken a találkozókon. Ismerkedjünk meg a két csapat összeállításával. A vendégek kapuját Uram János védi majd, őt Nagy Sándor, Mészáros Márk, Lukács Rajmond Barna, Pantovics Nikolá, Szabó Péter, Szalai Dániel, Király Patrik, Babinyec Balázs, Bóra György, valamint Paudics Patrik követi a kezdő 11-ben. A szegediek összeállítása Takács János nevével kezdődik, rajta kívül Bittó Martin, Grumics Miroszláv, Gajdos Zsolt, Móga Kárász, Dobos, Varga, Simon, Deák, valamint Jovanovics Alexander alkotja a szegediek kezdőjét. Dobos felé az indítás. Ügyes volt a letámadás a szegedi csapat részéről, Dobos. Ketten is vele szemben, be tudja tenni ballal, és Grumicsot fogták a mezénél fogva. Jovanovics. Ez lassan lövőhelyzet, Jovanovics eltöri a labdát, de még mindig ott a helyzet, Gajdos. Nem volt erő ebben a lövésben. Egymást zavarják a Csabai, a Gajdos így lőhet fölé. 34. perc, Dobos és Jovanovics a labda mögött. Jovanovics kapura. Hát ennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja sajnos. Szalai teljesen üresen kéri a jobb oldalon, most meg is kapja. Beteszi középre, Paudics, ketten is ott vannak a vendégek. Ez lövőhelyzet, Király ellövi, és egy nagy védés Takácstól. Vitó előre vágja. Jovanovics. Dobos. Visszakéri Jovanovics, Grumics kapja, most Jovanovics, szép összjáték. Gajdos lövőhelyzetben, Gajdos megpattan, szöglet. 57. perc, Dobos Barna, fia, Dobos Áron a labda mögött. Jól jön be a labda, és ott a helyzet. Nem sikerült belepiszkálni a hosszú oldalon senkinek, de még meg lehet menteni azt a labdát. Kárász. Újabb beadás. Ketten is ott voltak, de nem sikerült fejelni. Gajdos agresszívan megszerzi. Gajdos, Uram kiboxolja, de még mindig ott a labda, kezezést reklamálnak a szegediek. Kárász, szöglet. De nézzük, hogy a szöglet veszélyes lesz-e. Uram jön és lehúzza a labdát. És aztán már is dobja ki Pantovicsnak, aki tisztán roboghat a bal oldalon. Kicsit most fellazult a középpálya. Pantovics középen kéri Lukács. Pantovics még mindig. Most kapja Lukács. Gólhelyzet. Lukács lő gól. Az 58. percben megszerzi a vezetést a Békés Csaba egy villámgyors kontra a támadásból. A Szeged végezhetett el szögletet, Uram János lehúzta a labdát és azonnal kidobta Pantovicsnak, aki végig robogott az egész pályán gyakorlatilag, majd nagyszerű ütemben kiugrott a Lukácsot, akinek nem volt nehéz dolga. 66. percbe lépünk, Dobos szöglete, hosszú oldal felé, Kárász fejel! És Uram megfogja a labdát könnyűszerrel. A szegedi szurkoló tábor pedig egy gólért fohászkodik a 73. perc kezdetén. Rövid saroknál kifejelték a szögletet, viszont 11-es. Takács Tamás került a földre, és még egy sárga lap is jár a Békés Csabai játékosnak. Takács Tamás jó cserének bizonyul, hiszen kiarcolta ezt a 11-est. Már csak be kell rugni. Nagy kérdés, hogy ki fog odaállni. Dobos Áron a labda mögött, vele szemben Uram János. Dobos, és kihagyja, kivédi Uram a kipattanót, azt meg nem sikerül berúgni, hát ez hihetetlen. Nem igazán volt egy jó büntető, a kapus pedig eltalálta az irányt és kivédte, a kipattanót pedig eltörte a fiatal szegedi támadó. Közben már beléptünk az utolsó 10 percbe. Dobos, ügyesen fordult le Dobos lövőhelyzetben. Dobos még mindig ellövi jobbal, és nagyot kellett védenie Uramnak. Kárász beadása, Takács elől kilövik, de még mindig ott a lehetőség, és ez kezezés volt. Szabadrugás nagyon jó szögből, a 82. percben kiállítás sorsára jutott
az ötös számú Nagy Sándor, a vendégek csapatkapitánya. Hát micsoda csere lehet Germán Tamás, hogyha ezt esetleg sikerülne berúgnia. 84. perc teát, Germán és Varga a labda mögött. Germán lövi el, kapufa! Centik hiányoztak csak az egyenlítő gólhoz. Nem nagyon akaródzik a Békés Csabaiaknak elvégezni a bedobást. Máris pedig most kiléphet, Máris elviszi Móga mellett, Máris, ez most már gólhelyzet, Máris, és bent van sajnos, 2-0, eldőlt a mérkőzés. Fél perccel azután, hogy Germán Tamás kapufát lőtt szabadrugásból, megduplázza előnyét a Békés Csaba, és a csereként beállt Máris Dominik góljával eldőlt a 3 pont sorsa. Bitó. Ügyes csel, Bitó már a 16-oson belül. Lekészíti Jovanovicsnak, Jovanovic. Jobb lábára húz Jovanovic, aztán visszateszi a balra. Most emeli középre, ott a helyzet és ott a szépítő gól. Takács Tamás első szegedi mérkőzésén góllal hálálja meg edzője bizalmát. Jovanovic addig-addig cselezgetett, amíg be tudta tenni középre a labdát. Takács pedig teljesen üresen volt középen, és közvetlen közelről bebólintotta a labdát. Felharson a hármas sípszó. A Békés Csaba 2-1-re megnyerte a Szeged elleni délalföldi rangadót. Folytatás szerdán a Csákvár otthonában, legközelebb pedig augusztus 9-én a Szent Lőrinc ellen láthatjuk a Szent Gellért Fórumban a kék-feketéket. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, még egyszer tehát a végeredmény. Szeged Csanád Gosics Akadémia, Békés Csaba 1-2.